és most egymással szembeállítok három páromentesítőt, mindegyikhez teszek egy fogyasztásmérőt, és mérni fogom azt, hogy melyik mennyit fogyasztott, és mennyi párát tudott begyűjteni. Itt van a másik két páromentesítőm, és ez egy Trotec márkájú, ez egy Aldis páramentesítő, és ez pedig az Alza saját márkája, ez a Siguro márka nevű páramentesítő. Hát a legnagyobb ez a többi közül. Megnézzük, hogy melyik mennyi párát tud összegyűjteni. Ugye nagyon pici helységről van szó, tehát 10 négyzetméter, és hát egy is sok lenne ide. Meglátjuk, hogy egymással hogy tudnak megküzdeni, és melyik fog több párát összegyűjteni. Itt most a hatékonyságukon múlik a dolog, hogy melyik tud ellopni párát a másik elől. Nézzük, melyik készülék mennyit mutat páratartalmat, az 61%-ot mutat, az Aldis készülék az 50%-ot, és a Trotec is 50%-os páratartalmat levesszük 30%-ra. Így a három együtt az nagyon gyorsan le fogja vinni szerintem. Hát ez nagyon érdekes, 1600 wattot fed fel az előbb az Aldis, ugye nem tudta újraindítani a kompresszort, mert átváltottam. Ez most 131 wattot fogyaszt, és elvileg megy a kompresszora is. Ez egy nagyon csendes készülék egyébként. Hát a leghangosabb az összes közül nyilván ez a Siguro. És hát a legnagyobb teljesítményű is elvileg, ez fújja is a meleg levegőt rendesen. 469 wattot fogyaszt jelenleg. 14 órakor kezdtem a mérést, meglátjuk, hogy mondjuk 2 óra elteltével melyik mennyire szedi össze a párát. Na és lássuk a hőkamerával, hogy mi a helyzet jelenleg. Jól látszik, hogy itt az a sáv, ahol nincs beépítve fűtőszál, az mennyivel másabb értékeket mutat, 13,5 fok, itt pedig 16,8 fok, itt már van olyan hely, ahol 19 fokot is elértük, és itt megint lehet látni, hogy piszkosul sokkal hidegebb itt ez a felület. Tehát egy 3-4 Celsius foknyi hőmérséket különbség már kialakult, és itt van gyönyörűen kirajzolódik a falfűtés is. Hát itt már van olyan hely, ahol 29 Celsius fokra is fölmelegedett a fal. Néhány perc elteltével kezdenek egymáshoz közelíteni a mért értékek. A páramentesítőben 44%, 44%, ez pedig 49%. Valószínűleg az okozza a különbséget, hogy ennél a készüléknél a beszívott levegőt méri, a másik kettőnél még elképzelhető, hogy máshol van az érintkező elhelyezve, és ez lehet a különbség oka, vagy 5%-ot tévednek a készülékek valamelyik, ezek szerint ez, mert a másik kettőhoz megegyezik. No, de teszt a lelke mindennek, hát tegyünk igazságot. Hát ez érdekes, mert ez pedig 57%-ot mutat. És ugye a múltkor is, amikor megmértem, akkor ez is a kiáramló levegőnél mutatott más hőmérsékletet. Akkor tegyük most is ide. És elkezdett felmelegedni az érzékelő. Hát itt meg alacsonyabb az érték, érdekes. Na nézzük akkor itt az érzékelőnél, ahol beszívja a levegőt, ott mi a helyzet. Itt van egyébként elhelyezve az érzékelője a készüléknek. Nagyon jól lehet érezni egyébként az infrafűtésnek a sugárzását, illetve a falfűtésnek, és már is 48%-on vagyunk. Most már ez is közelít a 44-hez. Na de ezek meg már 40%-nál tartanak, úgyhogy ez folyamatos működésre van téve, ő nem fog megállni. Nagyon gyorsan elkezdték kinyerni innen a párát a levegőből. Minél alacsonyabb a páratartalma itt a levegőnek, annál gyorsabban ki tudja szárítani a betonból a nedvességet. Most nézzük meg, hogy hol tart a beton nedvesség tartalma. Hát még mindig kiakad. Ugye egy hét után már egyébként nagy üzemben rászoktak burkolni. Ha, már jobbak vagyunk, már most csak 74%, 81, tehát már nem 100%, az nagyon lényeges. Ugye már a kötés az szinte biztos, hogy lezajlott több mint egy hét, hát már lassan egy hetes lesz a beton, ugye az első 24-48 órában zajlik azért a kötésnek a nagy része. Szegény pocikának fáj a lába. Nagyon jó befűtöttek ide ezek a berendezések is, és ott pedig 14 fokunk van. Különbség, hogy ahol van a fűtőszál, meg ahol nincs a fűtőszál, tehát mindenhova tenni kell ebből az a tanulság. 17 fokos itt, ahol nincs, és 23 fokos ott, ahol van. És azt gondolná az ember, hogy milyen jó hővezető a beton, hát nem vezeti oda, ahova kell.
és ezeket a méréseket egy óra elteltével végeztem el. 0,56 kilowatt, amit fogyasztott ez a készülék. Lássuk, hogy áll a Trotec. Az ő most is 142 wattot fogyaszt, az tök jó. 15 volt a legkisebb, és 0,156 kilowattóra az, ami fogyott, tehát közel ötöd része, mint a nagy készülékünk. Lássuk az Aldist, ugye most 342 wattot fogyaszt, 26 volt a minimális, és 0,372 kilowattóránál tart. És ahogy az várható volt, egyikben sincs látható vízmennyiség, hát ahhoz egy jóval magasabb páratartalom kell, hogy egy ilyen kis helyiségből három páramentesítő, az valami mérhető mennyiséget vegyen ki. Ugye megy a falfűtés, megy a padlófűtés 1300 watttal, illetve ez 400 watt, 2200-2300 watt, amit most itt fűtésként ide elhasználunk, és ennek azért meg is van az eredménye, és még mellette megy a kis radiátor is, természetesen 50 fokos hőmérsékleten. Na nézzük is meg, hogy mi lett a végeredménye ennek a kísérletnek. Kereken 1 kWh-t fogyasztott el, ez a készülék 2 óra alatt. És ebből az árt tartályában most beleöntjük ide a vizet. Igyekszem nem mellé önteni, egész komoly mennyiség lett. Hopp, mellé öntődik. Ezt nem gondoltam volna, hogy ez ennyit össze fog gyűjteni. 7-es deciliter, amit összegyűjtött. 0,3 kWh-t fogyasztott, tehát kevesebb, mint egy harmadát fogyasztotta, mint a szigúró. Na lássuk, ez mit gyűjtött össze. Ez nem tudom, mérhető lesz-e. Hopp, fel ne vigyel. Mellé öntöttem. Na de, még hogyha azt is hozzászámolom, akkor sincs mérhető, még mérhető mennyiség sincs. Tehát nyugodtan elmondhatjuk, hogy nincs arányban az összegyűjtött nedvesség mennyisége, mint a fogyasztása, tehát hiába egy harmada a fogyasztása, nincs. Hát ez egy deciliternyit sem ér el ez a mennyiség. Hát ez egy kicsit csalódás most számomra. 700 wattot fogyasztott el. No, hát ebben azért gyűlt össze némi vízmennyiség. Ugye ez kb. 30%-kal fogyasztott kevesebbet. Nos, ez 1 deciliter. Tehát heted annyi vizet gyűjtött össze, és csak 30%-kal volt kevesebb a fogyasztása. Akkor most 2,5 liter vizet fogok szétpermetezni. Ez jót tesz a betonnak is. És megnézzük, hogy mennyi időt párolog el. És ebből mennyit tudnak összegyűjteni a páramentesítők, és majd áthelyezem innen a szigúrót is a másik helyére, hogy véletlenül se érjen az a vád, hogy azért, mert ez itt egyedül állt, azért volt jobb az eredmény. Nyeli a vizet a beton, ezért még több vizet locsoltam rá, tehát 4,5 liter vizet öntöztem ide ki, és rögtön fölment a relatív páratartalom 76%-ra, és 24 Celsius fok van. Erre még szépen ezek a páramentesítők rá fognak fűteni, és megnézzük, hogy mennyi idő alatt veszik ki ezt a vízmennyiséget, amit én most szétlocsoltam itt a betonon. Nos, jól látszik a Trotec páramentesítő, ami pirosan világít, azaz ilyen 65% fölött van a páratartalom. Na nézzük, hogy mit mérnek a készülékek és mit mérek én. 67%-ot mér a Trotec, 73 és felett mérek én, 74-et mér a szigúró, 66%-ot mér az Aldis páramentesítő jelenleg. Na nézzük, másfél óra telt el. Aha, most már ez is látható mennyiségű vizet összegyűjtött. Tehát ott lötyög benne. Szerintem egy olyan jó 3-4 decinyi. Nézzük a szigúrót. Ohohoho, ez olyan 1,2 liternyit gyűjtött össze. Ott lötyög szépen benne a víz. Nézzük a Trotec-et. Hát ebben nem lehet látni, hogy hol tart a víz. A készülékek szerint most szinte egységesen 36%, szigúró 36-ot mutat, Trotec 36-ot mutat, ez 35-öt mutat, az enyém pedig 27 fokot és 48%-ot mutat.
Most már szemmel láthatóan is felszáradt a beton, valószínűleg azért a mélyebb régióiban még maradt így is. Nedvességből nézzük is, hogy hány fok van most itt jelenleg, és milyen páratartalom. 27,2 Celsius fok van, és nekem 46,5 százalékot mutat relatív páratartalomban. Ez a gép, a Siguro 40 százalékot mutat, a Trotec 32 százalékot, és az Aldis pedig 31 százalékot. Na, ki is kapcsoljuk, 2,5 óra telt el, és megnézzük, hogy mennyi vizet gyűjtöttek össze. Nagyon jól lehet hallani, hogy mennyivel halkabbak a másik két készülék. Na, nézzük, hogy a hatékonyság milyen. Ha megnézzük a vízszintet, akkor több mint 1,5 liter lesz. 1 liter, és még mindig 1000-rel csöpög a gépből megint a víz. No, hát ez pont 1,5 liter, az a második kübri. És még sikerült is egy picit mellé öntenem. Lássuk, mennyit fogyasztott a Siguro. 2 óra 32 perc. 1,425 század kWh. Lássuk a Troteket. Először nézzük meg a fogyasztását. 0,39 század kWh. Tehát jól látszik, hogy kevesebbet fogyasztott, jóval. Van egy drying funkciója, amivel ki tudjuk szárítani a páramentesítőnek a kis hőcserélőit. Jó meleg. És majd most vigyáznom kell, mert a hülyén lehet kijönteni ebből, hogy az előbb is mellé öntöttem. Ó, azért ez is gyűjtött most össze gazdagon, és most azért sípol, mert hiánya van. Ez 2,5 deciliter, amit összegyűjtött. Tehát akkor ennek 0,5 litert kellett volna összegyűjteni, ennek 2,5 decit, akkor lenne körülbelül egálban a fogyasztásban és az összegyűjtött pára mennyiségében. Na, nézzük a legrégebbi gépemet. Ez egy Aldis gép. 0,9 kWh volt a fogyasztása. És ez is elég gazdagon összegyűjtött vizet. Hát mondhatjuk, hogy itt is annyi ment mellé, mint a Siguronál. Hát a kiömlött mennyiségem, jó indulattal mondhatjuk, hogy 0,5 liternyi vizet gyűjtött össze, tehát 1/3-át gyűjtötte össze, viszont nem 1/3-át fogyasztotta. Hát ez meglep, azt kell, hogy mondjam. Tehát a leghangosabb gép, a legnagyobb tömegű gép, 19 kg, nincs rajta hordfül, ami nagyon nekem nem tetszik, hanem csak így oldalról lehet megfogni, mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha bele tudnánk kapaszkodni, mint egy táskába, és ez nyert, magasan ez nyert. És nyilvánvalóan árkategóriában is ez az egyik legmagasabb, tehát ez olyan 130 ezer forintos magasságban van. Ez korábban olyan 45-50 ezer forint volt, most szerintem ilyen 60 ezer forint környékén van. A Trotec sem volt olcsó, én azt hiszem, hogy ez is ilyen 100-x ezer forintos magasság. De hát jól látszik, hogy elvéreztek a tesztben is, és nem csak kicsi a különbség, hanem óriási különbség van a gépek között. Tehát ez a Siguro, ez tényleg jól látszik, hogy ez egy profi szerkezet, és még nem is a maximumra volt járatva, tehát a ventilátorsebesség az még jóval kevesebb volt. Úgyhogy be is teszem majd ide a videó alá ennek a linkjét, és próbáljátok ki ti is, mert szerintem nagyon jól muzsikál. Na, folytatom is a Siguroval egyedül ezt a páramentesítést, tök fölösleges, hogy a többi gép is menjen, mivel ennek a legjobb a hatékonysága, ő fog szolgálni itt bennünket. Nos, most már így a teszt végén elárulhatom nektek, hogy én azt gondoltam, hogy magasan a Trotec fog vezetni, és magasan ő fog nyerni, és nagyon jó lesz a fogyasztása, és nagyon jó lesz az arány, a fogyasztás és az összegyűjtött pára arányában. Nagyon meglepett, hogy a Siguro nyert, mert így a hangja alapján jóval hangosabb, nagyobb a fogyasztása, azt gondolná az ember, hogy rosszabb a hatékonysága. Bár nyilván azt lehetett olvasni róla, hogy ez egy nagyon jó kis készülék, és nagyon jó hatékonysággal működik, hát ezt most be is bizonyította maximálisan ebben a tesztben, és azt gondoltam, hogy ő fog legjobban alul maradni, tehát a kis Aldis készülék az teljesen nyilvánvaló volt számomra, de most azt is bebizonyította, hogy nem, tehát hogy még az Aldis készülék is túltett, hogyha majd összeszámolom,
a Trotec készüléken. Pedig nagyon sokan írtátok hozzászólásban a korábbi videóknál, hogy a Trotec-et szeretitek, és hogy az nagyon-nagyon jó és nagyon hatékony. Hát nyilván, ha nincs összehasonlítási alapja az embernek, akkor bármit mondhat és bármit gondolhat, de azt gondolom, hogy most már egyértelmű a helyzet, hogy mi is itt a valóság. Mérjük meg. 25 fokos a padló. 25 fokos. Hát az már tök jó. Nagyon kellemes rálépni. Na nézzük, ahol nincs benne a fűtőszálot, mennyi. Hát itt bizony 22, 21, 20, ott a sarokban 17,9, 16,6, 16 fok. Hát ez nagyon-nagyon közel van a harmadponthoz, és a fal pedig 29 fokos, 30 fok, 31. Nézzük, ahol majdnem kilátszik a vezeték. 30 fok, 31 fok. Tök jó. 8 és fél órája működik ez a páramentesítő készülék. Nagyon jól teszi a dolgát. Jelenleg 31%-os páratartalomnál tartunk. Tehát 3 és fél liter vizet gyűjtött össze a 8 óra alatt. Páratartom, de 49% volt, és 24 és fél fok van. Úgy, hogy ezt a 24 és fél fokot, ezt csak önmagában ez a készülék állította elő. Tehát az a közel 500 watt, amit ő fogyaszt, az hőenergiába le is adja ide. És valamelyik őtök írta is megjegyzésben, hogy ez fordítva működik, tehát hogy amennyi energia szükséges jelen esetben ehhez a 3,5 liter víznek a felforralásához, annyi energiát nyer hőenergiaként a készülék, annyi energia keletkezik. Ugye ez amiatt van, hogy egy halmazállapot változás van. Nem tudom, hogy ez így van-e. Hogyha így van, akkor azért ez nem kevés energia. Többen is mondtátok, hogy hülyeség, hogy itt fel tud fűteni, hiszen az energia megmaradás törvénye szerint amennyit hűt, annyit tud csak fűteni is. Tehát ez nem igaz, mert ugye bevitt energia, az energia megmaradás törvénye szerint akkor az a 4,4 kW energia, az valahol kell, hogy legyen. Most nyilván a ventilátorhoz kell egy mozgási energia, kompresszor mozgási energiává alakul, nem mint hőenergiává, de azért a kompresszor is melegszik. Ha nem is ez a 4 kW mint hasznosul hőenergiaként, de egy bizonyos része egészen biztosan. De az én véleményem szerint ez a 4 kW is hőenergiává válik, meg még ez a halmaz állapot változásból képződő energia még az is hozzá csapódik, és tehát akkor egy 5-5,5 kilovattórányi energia, hőenergia lesz. Hát ezből jól látszik, hogy ez valóban így van, tehát hogy van plusz energiánk, mert másképp nem lenne itt 24,4 fok, úgyhogy nem megy a fűtés.